Az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat ez több évtizedes múltra tekint már vissza. A Nemzeti Kulturális Alap, illetve az Informatikai és Könyvtári Szövetség hozta létre ezt a programot azzal a céllal, hogy minden évben legyen egy olyan hét, amikor az ország könyvtárai bemutatkozhatnak és bemutathatják különböző programok során a szolgáltatásaikat. A Debreceni Könyvtárak összefogása is megvalósult, tehát a Debreceni Városi Könyvtár, Megyei Könyvtár, Egyetemi Könyvtár és már most két éve a Református Kollégium Nagy Könyvtára is összehangoltan rendezi meg ezt az egy hetet. Minden évben, minden hétnek van egy tematikája, egy szlogenje, egy olyan célközönség, amelyet igyekszünk abban az évben megszólítani. A szlogen a könyvtárak a tudásért, beszéljünk egymással, tanuljunk egymástól, és tulajdonképpen azt szeretnénk bemutatni, hogy a könyvtáraknak milyen fontos szerepe van a tanulásban. A könyvtárunk nyilvános könyvtár, de azért most elsősorban az egyetemi hallgatókat szerettük volna megszólítani, mert tulajdonképpen ez a mostani tematika, ez nagyon beleillik abba a munkába, amit az egyetemi könyvtár egyébként is csinál, tehát nagyon sok adatbázis bemutatót csinálunk, különböző információkeresési technikákat, módszereket ismertetünk meg a hallgatókkal, kötelező jelleggel, órakeretben, választható módon, tehát ezek a programok most tökéletesen beleilleszkednek ebbe a tematikába. A könyvtár beiratkozott olvasóinak a száma az azért kevesebb, mint amennyien valóban használják a könyvtárat, mert van olyan szolgáltatás is, ami tulajdonképpen beiratkozás nélkül igénybe vehető, de olyan 30 ezer körül mozog az egy időben érvényesen olvasójegyet váltóknak a száma, és ezek a könyvtári rendezvények, célzottan ez az Országos Könyvtári Napok, ez pontosan azt a célt szolgálná, hogy nem csak az egyetem polgárait, hanem a város lakosságát is meg tudjuk szólítani, mert az egyetemi könyvtár nyilvános könyvtár, és sokan úgy gondolják, hogy nem is lehetnének tagjai. És mert most körülbelül a beiratkozott olvasóinknak a 20%-a az, amelyik a könyvtárunkba beiratkozott, és nem szokták azt tudni, hogy itt milyen hatalmas tudásvagyon vagy dokumentumvagyon áll rendelkezésre, mert több mint 6 millió könyvtári dokumentum, amik közül ugye nem csak a könyv meg a folyóirat, amit sokan ismernek, hanem térképek, kották, apró nyomtatványok, plakátok, meghívók, tehát nagyon sokféle számítógépes adathordozók, CD-k, DVD-k, filmek, zene, tehát nagyon sokféle olyan dokumentum van a könyvtárban, amit nyilván használnának, hogyha tudnának róla, hogy ez rendelkezésre áll.